Na, de most akkor utazzunk Pécsre, hiszen egy fantasztikus élőbejelentkezéssel Szilágyi Jenő kollégánk ott van, amikor két gyönyörű csontvári képet kiemelnek a múzeumból, a Pécsi Csontvári Múzeumból, ugyanis ez a két festmény érkezik Budapestre. Szervusz, Jenő! Szervusz, köszöntöm a napindító nézőit. Nos igen, ez a kettőt is elviszik, a kisebbeket már elvitték, viszont ez a kettő olyan nagy, hogy ezt csak egy speciális trélerre lehet vinni, illetve csak az emeleti megbontott falon keresztül lehet kihozni. Itt van mellettem a Janus Pannonius Múzeum kommunikációs vezetője, Kőalmi Andrea. Miért van szükség arra, hogy elvigyék, illetve tulajdonképpen miért is csinálják ezt, hogy elviszik ezeket a képeket? Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Egy nagyszabású csontvári kiállítás lesz Budapesten és Pécsett, ahol a Pécsi Janus Pannonius Múzeum, illetve a Nemzeti Galéria képei együtt lesznek láthatók. Csontvári 170. születésnapja alkalmából szervezzük ezt a tárlatot. Április 13-án nyit a Szépművészeti Múzeumba, július közepéig lesz nyitva, majd utána visszakerül Pécsre, kiegészülve a Nemzeti Galéria képeivel, úgyhogy itt Pécsett is megnézhető lesz ez a tárlat. Nagyon izgalmas perceket élünk most éppen. Várjuk, hogy megérkezzen a tréler, a mindenféle biztonsági felszerelésekkel ellátott ládákkal, amiben ezt a két hatalmas képet majd beemelik, és így tud elkerülni ez majd Budapestre. Jól hallom, akkor éppen most jön, mert egy szirénázó autót hallok, és valószínűleg most jön a kamion. Nem az első alkalom ez, hogy így viszik el a képeket, ugye itt, szóval az, ez a luk, ami ott van, amit látnak a nézők is, ez már ott van, tehát ez csak néha ideglenesen befedik. Igen, erről van szó, ugyanis körülbelül 8 éve már volt egy tárlat Budapesten. Ezeket a hatalmas képeket nem lehet máshogy elvinni, nem tudjuk lehozni őket a lépcsőn, és nem férnek ki a kapun se, úgyhogy marad ez a bizonyos falbontás. Képzeljék el, hogy a bábek több mint 7 méter széles, és több mint 4 méter magas, tehát csak így lehet kivenni. Amikor visszahozzák, akkor marad ez, tehát akkor gondolom, hogy csak ideglenesen fogják befedni ezt a lukat, vagyis hát ezt a területet, ami most szabaddá kerül. Ez így van, egy ideiglenes fedést kap majd, de természetesen minden biztonsági és egyéb felszerelés rajta lesz. Ezek a képek, amik most elkerülnek, ezek nyáron visszajönnek ide, és Budapestről hoznak egy szintén olyan nagy képet, amit csak ott lehet betenni. Magyarul ez ősszel még egy harmadszor is szükség lesz erre a nyílásra. Igen, lassan már egészen megszokjuk ezt a falbontást. Érkezik a nagy taormina, amit a Nemzeti Galéria egyik lépcsőfordulójában lehetett látni egészen idáig. Mennyire nehéz megszervezni egy ilyen szállítást? Nagyon. Kicsit részletesebben? Szerencsére nem nekünk kellett megszervezni, de nagyon sok mindenre figyelemmel kell lenni. Ez egy elzárt, forgalomcsillapított övezet itt a városban, ezt a pécsiek tudják, amit amúgy is nehéz megközelíteni, a szűk utcácskák sem javítanak ezen a helyzeten, úgyhogy ki kellett találni, hogy egyáltalán hogy tud bejönni az a hatalmas tréler, ami el tudja vinni a képeket. Andrea, köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és jó munkát, gondolom, te csak irányítasz, illetve nézed, hogy hogy történik ez az egész. Egyébként sikerült beszélnem a Darussal is, aki azt mondta, hogy nem ez egy egyszerű dolog, ez ráadásul egy kicsit fúj is a szél, úgyhogy na, még az is lehet, hogy ebbe a nagy felületből belekap. Viszont pénteken, illetve szombaton ezt egyszer már elpróbálták, hogy hogyan is működik ez. Igaz, hogy nem itt a helyszínen, hanem Érden, de azt mondja, hogy már viszonylag tapasztalat megvan, hogy hogyan kell ezt csinálni, úgyhogy úgy gondolja, hogy nem történik majd semmi baj a képekkel. Jenő, köszönjük szépen!